Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek, hogy milyen termékeket kaptam tesztelésre az elmúlt hetekben, illetve hónapokban. De még mielőtt belevágnék, megkérdeznélek titeket, hogy szeretitek az ilyen típusú videókat, mert igazából amiatt szoktam ezeket a termékeket megmutatni nektek, hogy lássátok, hogy milyen újdonságok lesznek a boltokban, de hogyha titeket rossz érzéssel tölt el, hogy látjátok, hogy mennyi mindent, meg miket kapok, akkor inkább nem csinálok ilyesmit, de én nem azért csinálom ezeket a videókat, hogy felvágjak, hogy úristen, mennyi mindent kaptam. Nem is szoktam egyébként mindent megmutatni, csak azt, ami tényleg úgy érdekesnek. Például ilyen limitált termékeket sem nagyon szeretek mutogatni, mert lehet, hogy mire fel tudom venni a videót, addigra már nem lesz kapható. De mindegy, szóval írjátok meg kommentben, hogy szívesen néztek-e ilyen típusú videókat, csináljak máskor is, vagy inkább hagyjam a fenébe. De hogyha most kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen újdonságokat kaptam tesztelésre az elmúlt időszakban, akkor tartsatok velem. Kezdjük mondjuk ezzel az Eucerin-es csomaggal, mert hogy ez éppen ma érkezett, és ebben egy úristen mekkora Eucerin Dermatoclean micellás víz van, ami 3:1-ben és minden bőrtípusra ajánlott. Hát én imádom a micellás vizeket, szóval én ennek nagyon örülök, ki fogom próbálni ezt, és szerintem nem próbáltam még az Eucerintől micellás vizet, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz, és egyébként kaptam hozzá Eucerin-es a vattakorongot is. A Niveától is érkezett egy csomagom, és ebben egy ilyen nagyon jó pofa kis gömbben vannak mindenféle zörgőkavicsok. Hialuron bomba, feltöltő nappali arckrém, plusz intenzív hialuron kúra. A Niva Cellular termékcsalád legújabb tagja az intenzív hialuron kúra, mely fokozza a bőr sejtmegújító képességét, intenzíven ápol és hidratál, sima bőrérzetet nyújt. Nem tudom, hogy ezt most szétmerjem-e szedni, meg igazából nem is tudom, hogy hogy kéne ezt szétszedni. Megvan. Így néz ki a feltöltő nappali arckrém, és ez pedig az intenzív hialuron kúra, ilyen nagyon kis cukika ampullában van benne, és azt írták, hogy ez egy 7 napos kúrára elég. Kaptam a The Body Shop-tól is néhány terméket tesztelésre. Egyrészt most a Spa of the World termékcsaládnak kijöttek ilyen kis utazó kiszerelésű termékei. Ugye a Spa of the World termékek azok ilyen hatalmas tégelyben vannak benne, és tényleg isteni jók, de hát nem éppen táska barátok. Viszont most itt vannak ezek a kis picike 50 ml-es tégelyek, ez például a Hawaiian Kukui Cream, ez pedig a French Grape Seed Testradír, ezt egyébként még nem próbáltam, úgyhogy erre nagyon kíváncsi vagyok. Szóval tök jó, hogy most már akár magunkkal vihetjük utazásra is a Spa of the World termékcsaládnak a tagjait. Illetve kaptam még ezen kívül egy banános tápláló hajmaszkot, ami konkrétan olyan, minthogyha banánpépet vinnél fel a hajadra, kicsit úgy is néz ki egyébként, és brutálisan finom banán, de kicsit, mint hogy a kókuszos illata is lenne. Minden esetre tényleg nagyon isteni illata van, és hihetetlenül puhává varázsolja a hajamat, és viszonylag sokáig lehet is érezni ezt a finom illatot, úgyhogy ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Illetve itt van még ez a Fuji Green Tea fejbőrradír, ami, hogyha jól láttam, akkor így samponná változik, mert láttam róla, azt hiszem Instastory-ban egy ilyen kis videószerűséget, amiben megmutatták, hogy ezt hogyan kell használni. Én még nem próbáltam ezt ki, de ugye az a lényege, hogy ez egy ilyen radír, amivel a fejbőrödet tudod így átdörzsölni, és akkor utána ezt fel tudod habosítani, és gyakorlatilag hajat mosol bele. Szóval erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Van egyébként egy másik hajradírom, a Matrix Biolástól, az egy inkább egy ilyen cukros hajradír, és azt egyszer-kétszer használtam, de annyira nem voltam elájulva tőle. Egyébként ennek is ilyen nagyon finom zöldás illata van, mint a Fuji Green Tea termékcsalád többi tagjának. Én nem tudom rátekerni. Na, most sikerült. Folytassuk mondjuk akkor ezzel a Dr. Kellen csomaggal, akik nagyon cukik voltak, mert látták a blogomon, hogy most próbálok újra a formába lendülni, és gyakorlatilag ők most ehhez próbálnak egy kicsit hozzájárulni egy ilyen szuper kis csomaggal, amiben mindenféle sportoláshoz használható kozmetikumok vannak. Például ez a Dr. Kellen Sportstart bemelegítőgél, ami azt írja, hogy edzés fizikai megterhelés előtti használata biztosítja az izmok optimális vér és oxigén ellátását, a bemelegítés hatékonysága javul, a sérülések kockázata csökken, az izomzat terhelhetősége nő. Van még itt egy Sportstop izomlazító gél, amit gondolom nyilván sportolás után kell használni,
Igen, csökken a fáradtságérzet, az izomlát mérséklődik, kellemesen hűsít és frissít. Ezt majd egyébként meg kell kérdeznem tőlük, mert itt nincs rajta, hogy ezeket lehet-e szoptatás alatt használni, bár nem hiszem, hogy lenne bármilyen ellenjavalat. Na, hát erre meg szükségem van. Ez a Reforma cellulit krém, mert hogy konkrétan olyan a combom, meg a fenekem, mint egy narancsültetvény. Tisztában vagyok egyébként vele, hogy attól, hogy bekerem egy krémmel, nem fog elmúlni a narancsbőröm. Nyilván ezt egy egészséges életmód, meg mozgás mellé ajánlott használni, és akkor ugye segíthet, hogy esetleg gyorsabban eltűnjön a narancsbőr, ami nagyon szuper lenne. Illetve van még itt egy 3D karcsúsító lotion, zöld kávé és L-karnitin van benne, három dimenzióban is szebb lesz az alakja, úristen, erre van nekem szükségem. Karcsúsításhoz, alakformáláshoz extra hatékony zöld kávé és újdonság biorozmarin kivonattal. Na hát ezekre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. És ha már a sportolásról volt szó, ez a Pubernak a Sport Addicted termékcsaládja, és én azt hittem, hogy ez egy limitált kollekció lesz, de nem, ez az állandó kínálat része. Van itt például egy Sport Addicted Makeup Fixer, vagyis ez egy sminkfixáló spray. Így néz ki, nagyon kis helyes lakonya van. Ezek közül igazából csak egy dolgot próbáltam még ki, de mindenféleképpen tesztelni fogom őket, mert tényleg kíváncsi vagyok, hogy mennyire bírják az izzadást. Aztán van itt egy vízálló szempilla spirál is. Nagyon tetszik egyébként ez a csomagolás nekem, ez a fehér alapon szürke pöttyös, sóraszín felirat, azért a kefét megnézem, hogy milyen neki. Hát ez a hagyományos szörkefe, picit ilyen karcsúsított középen, hogyha lehet ilyet mondani egy szempilla spirálra. Aztán van még itt tusfürdő, és mennyire jó már, hogy tényleg ilyen kis akasztó van rajta, hogy fel lehet akasztani. Szóval ez egy tusfürdő, illetve van egy hozzátartozó testápoló is. Frissítő, tonizáló, hideghatású gél. Na, ezt már próbáltam. Ez a frissítő ilyen spré, ez használható arcra és testre is. Annyira... Annyira jó, ilyen kellemes, enyhén mentulos illata van, tényleg nagyon frissítő, úgyhogy ezt a nagy melegben sokat használtam egyébként, hűtőben tároltam, és úgy még jobb volt a frissítő, hűsítő hatás, úgyhogy ez nagyon bejött nekem. És még mindig nem ürült ki az acsi, ez itt egy bronzosító. Én tudom, hogy vannak, akik konditeremben is úgy járnak, hogy van rajtuk smink, szóval így néz ki ez a bronzosító. A képernyőn egy picit narancssárgásabbnak tűnik, mint amilyen valójában. Elvileg ezek a sminkek, ezek bírják az izzadságot, tehát kifejezetten sportoláshoz lettek kifejlesztve. Aztán van itt egy korrektor is. Hú, wow! Eléggé világos és eléggé pigmentált. Egy ajakápoló balzsam, ami úgy néz ki, mintha egy rúzs lenne egyébként, de gondolom nincsen színe, nem nincsen, csak egy kis fényt ad. És végül, de nem utolsó sorban van itt egy fekete vízálló szemceruza is. És egyébként szerintem baromi jó ez a tornazsák, amiben küldték. Tök jó, ilyen vastag anyaga van nekem, nagyon tetszik, úgyhogy ezt biztos, hogy fogom használni. És végül, de nem utolsó sorban a Clinique-től is kaptam egy szuper cuki táskában néhány újdonságot. Limitált smink kollekciónkat az amerikai művész és designer Jonathan Adler álmodta meg, melynek minden egyes darabját három kedvenc úti célra ihlette, Capri, Palm Beach és Santorini. Nézzük, hogy mik is vannak a táskában. Szóval itt van ez a három darab rúzs először is. Ezeket most nem fogom swatcholni, mert igazából lehet, hogy majd szeretnék kisorsolni belőle. Az első az a 27-es Santorini Pop. Isten, de gyönyörű színe van. Bocsi, de ezt biztos, hogy megtartom magamnak. Na jó, ez valami gyönyörű. Imádom, ezt biztos, hogy meg fogom tartani. És egyébként nagyon jól néz ki a rúzsnak a csomagolása is. Aztán a másik árnyalat az a 25-ös Capri Pop, ami egy gyönyörűséges, hát kissé rózsaszínes piros. De ez is nagyon-nagyon szép. És van még egy árnyalat, ez pedig a 26-os Palm Beach Pop. Na nézzük, ez valami brutál magenta lesz szerintem, aha. Na ezt biztos, hogy nem fogom megtartani magamnak, mert nekem nem igazán állnak jól ezek az árnyalatok. Egyébként gyönyörű szín, de rajtam nem igazán áll jól. Úgyhogy ezt majd szerintem valahol valamilyen formában ki fogom sorsolni. Úgyhogy aki szeretné megnyerni, az kövessen a különböző közösségi oldalaimon, és majd valahol fel fog bukkani egy nyereményjáték formájában. És itt van
a csodaszép paletta is. Annyira gyönyörű, hogy nem tudom nektek elmondani. Most nézzétek meg. Ez a szín, meg ez a minta szerintem hihetetlenül jól néz ki. Ennek az egyetlen szépséghibája az, hogyha erre rákerül valami kis korrektor maszat, vagy rúzsmaszat, vagy bármilyen maszat, akkor szerintem annyi volt a gyönyörűséges csomagolásnak. Ilyen párnázott kis paletta, nagyon-nagyon érdekes, és annyira szép. Ezt kiszedem, mert van itt egy ilyen kis műanyagtartó, amiben vannak ilyen kis picike applikátorok. Van egy szivacsos applikátor, egy ferde ecset, egy kis pufi ecset, meg egy lapos ecset, és nézzétek meg, mennyire gyönyörű. Itt van néhány swatch a szemfestékek közül. Úgy látom, hogy ezek, amiket itt swatcholtam, ezek többségében fényes színek, illetve ez a felső rózsaszín egy kicsit csillámos is. De mindegy, ezt majd azért tüzetesebben meg fogom vizsgálgatni. Jaj, csak most hozzá ne nyúljak, mert akkor maszatos lesz. De le is folytak a termékek, amiket szerettem volna most megmutatni nektek. Ezúton is szeretném megköszönni a cégeknek, hogy megtiszteltek a bizalmukkal, és elküldték ezeket nekem tesztelésre. Ti pedig mindenféleképpen írjátok meg kommentben, ahogyan kértem az elején is, hogy szeretnétek ellátni ilyen típusú videókat, illetve hogyha ezek közül a termékek közül szeretnétek mondjuk a blogon tesztet olvasni valamiről, akkor azt is mindenféleképpen osszátok meg velem. Hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenféleképpen lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!